Korrodálódott a mászóka egyik tartószerkezete, vissza kellett vágni és újra festeni. Az 56-os emlékparknál lévő játszótér néhány játékát kordonnal szalagozták körbe. Sokan azt gondolták, a vírus miatt vannak lezárva, pedig csak a felújításra szoruló játékokat szalagozták körbe a munkák idejére a városüzemeltető és fenntartó KFT munkatársai. Itt három játékot kellett javítani, kettőt pedig ki kellett venni a földből, mert már elhasználódtak. A járvány időszak alatt voltak olyan időszakok, amikor valóban nem lehetett a játszótereket, játszótereket, látogatni, de a mostani lezárások ezek nem erről szóltak. Ugye minden, minden ősz és tavaszi időszak közötti holt időben, ha úgy tetszik, felülvizsgáljuk a játszótereinket, és ami hibák felmerülnek, azokat a hibákat javítjuk. Nem csak a városüzemeltető, hanem a hatóságok is felülvizsgálják a játékokat három évente. Ilyenkor minden játszóteret és játszóeszközt átnéznek, hogy biztonságosak-e, illetve megfelelnek-e az előírásoknak. Amennyiben veszélyesnek minősítik az egyes eszközöket, kötelező javítani őket. Kisebb-nagyobb hibák voltak bizonyos játékoknál, volt, ahol a homok nem volt elég a homokozóba, volt, ahol a csavar, csavar, burkolat hiányzott a csavaranyákról. Tehát kisebb, volt, volt, olyan, ahol a gerenda meghibásodott, és valóban ezt, ezt újra kellett cserélni. Azért voltak lezárva bizonyos játszó tereken játszó eszközök, mert ezeket a javításokat végeztük. Moson Magyaróváron mintegy 20 játszótér található, körülbelül 170 játékkal. Mostanra a hiányosságok nagy részét már javították, már csak egy-két játékot kell javítaniuk, azután pedig azokat is biztonsággal használhatják a gyerekek. A városüzemeltető arra kéri a lakókat, hogy a körbekerített játékokról a karbantartásig ne szedjék le a szalagokat, mert ezek a játékok esetenként balesetveszélyesek is lehetnek.